Akkor most már profi vagy, Máté. Most menni fog. 9 perc alatt is. Na persze. Start! Már rajzoltam egy sakrácsot is amúgy. De jó. Hogyha az lenne, ne érjen váratlanul. Hieroglifa... Bakker, ez nem az, amit én találtam neked, úgyhogy szerintem azt még ne nézd. What? Ne szólalj meg, listening van. Train Station. Kettős kereszt, két darab dollár és két darab csillag. Kösz. Logic, logic, logic. És van sakk is amúgy, de most logic. Igen. Várj, 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 ne, legyen a sakk, elmondod a cuccokat, én berajzolom és utána ezért addig logikozom. Jó. Szóval a sakk a 1-es az E1. Ne várj, a 4-est mondd, mert az mindig bástya. Akkor F4. Azt tudod, berajzolom akkor, hogy F4. Jó, F4 az egy bástya. Igen? Mondjad az egyet. Várjál, mondd mondd az ötöst. E3. E3... Mivel az fekete, ezért bástya. És akkor emiatt az egyes pozícióban egy futó van. Az E1-en? Az egyes pozícióban. Igen. Jó. Oké. Okay. Mondhatod a... a kettest. Kettes C6. Várjál, occupied, várjál. Last digit, a serial number last digitje. 6-os. Az páros, szóval az nem odd, ugye? Igen, az even. Akkor knight. Huszár. Huszár, igen. Várjál. Igen. És akkor hát itt már van két bástya, ugye? Van. C1 van még a 3-osnál. A 3-as az egy király. C... Igen. És akkor a 6-os pozíció az meg, ugye nem volt vezér, akkor vezér. A5 vezér. Jó, logic ready mehetsz. Jó, nézem. Sakkész. Mondd kérlek a mit? A logikon miket lát? Oké. Okay. Szóval van szögletes zárójelben. Igen. Van egy hamis J. Amit hamis J. Hát ja, hogy piros. Negál, igen, J negáltja. Jó, J negált, és U sima. És, sima is. És közte egy lefele nyíl van. Lefele nyíl. Igen. Kívül... És bezárom a szögletes? Igen, és bezárod, igen. Igen. Ott van egy jobbra-balra nyíl. Jobbra-balra nyíl. És negált erre. Negált erre. Kövi másik sor.
Akkor mondom, Y sima. Y sima. Jobbra nyíl. Jobbra nyíl. Szögletes zárójelben. Igen. Negált L, mint Laci. Igen. Balra nyíl. Sima. Igen. N. Nóra. Sima. N. Jaj, de jó. Oké, okay, akkor ezt neked hagyom, addig a binári cizélgetem itten. Több mint négy... több mint négy elem van? Nincs elem. Nincs elem. Akkor várjál, de nem fogom itt Jesus false. És annak a negáltja az true. Ó, oh, baszki. A... Ó, ezek van. Van battery holder? Egy, pontosan egy darab? What the fuck? Battery holder? Vagy üresen? Hát... Nincs. Hát itt gondolom üresen kéne legyen, de... Nincs. Nincs, jó, akkor... akkor ez is false. PS2-es port van? Semmi nincs. Egy darab indikátor van. Ami nem világít, ennyi. Jó, akkor true, false, true. Mit jelentenek ezek a szarok? Szóval false az első, igen. Abban nézem a másodikat. Jó. Akkor és csak egy indikátort láttál, ugye? Igen, egy. Akkor false. Akkor negáltja az true. Alsó true, oké. Okay. Tetszik neki. Na bináriban én egy olyat tartom, hogy 31-15-2. A binárink is van? Az egymás mellett? Igen, az így van egymás mellett. Már, várjál, mindjárt megnézem. Fordítva, 2, 31, 15. 2, 31, 15. Nézem. All personnel, please evacuate to your nearest lot and report to your supervisor. Megvan. Akkor... Mondd az összeset. 26 piros, 22 kék, 28 zöld. De jó, bazd meg. Várjál, hogy kapok 22-t? 16, meg 8, 24, ugye? Melyik volt a 24? Igen. 24 egyik se. 22-vel 26 van, meg 28. Bazd meg, 26. És várjál, az a 22-t nevel... 20... Mi az, hogy melyik a 26? Melyik a 26? Melyik szín? Ja, piros. 22-t nehogy válaszd, mert... Most nézem, hogy van másik 22 is, ami alatt nincs ilyen jelölés. Nem is volt olyan jel, bazd meg. Rám robbant. Mi az, hogy rád robbant? Retri! Van egy radiátor. Magyarban. Magyar. Ja, jó van. Ú, baszki, a legnehezebbeket berakta. Radiátor, pont azon vagyok itt. Mit kell látnom? Igen. Azt a kurva, hogy van három bazzeg és van 40 másodperc. Hát ez a rohadt logika, ez is szemét. Ja, ezek mindegyik nehéz. Még van egy seashell. Jó, még másik. Még van egy flag. Igen. És még van egy webdesign. Az jó. Akkor én szerintem most letettem a szerúzát. Ez egy kurva fermóba volt. Tudod mit? Le is leteszem a bombát, így várjuk meg. Üljük végig, Máté. Üljük. Milyen volt a napod? Hát, kereket cseréltünk apámmal, meg úgy volt, hogy ledet szerelünk, de azt... Én megkerestem neked. Szerintem visszaadom ezt az egy percet, mert ha megint ilyet kapunk, akkor beszophat. Ja.
Na, legyen egy utolsó, én azt mondom. Jó. Utolsó emberek, let's go. Start my life. This screen is for your eyes only. No touching. No touching myself? Na jó, oké. Fúj. Szóval, logika, radiátor... Oké, itt vannak egyszerűbbek, ez megoldható, Máté. Radiátor mehet. Mindjárt mondom. Mondhatod. Várjál. Radiátor... Hetes volt a vége? Hetes, igen. Kettő van belőle. Kettő, az 20. Igen. Van-e izéd... nem világító indikátor? Van. Milyen? MSA. MSA az akkor 25, tehát akkor 20 meg 25 az 45. Aha. Ha jól értelmeztem. Várj egy pillanatot, megkérdeztem. Hát de az a végén kell, az a kis táblázat. Igen? Igen, nem egyből. Az oda nem, ja, hogy az a nem világító indikátor tábla. Jó, értem, ez akkor 20-nál járunk. Van-e AA-s elem? Igen. Egy pár. Akkor az 5, tehát hogy 25-nél vagyunk. D elem? Nincs. Követted a szabályokat, akkor, tehát hogy 25-öt kéne bevésned. Megint. Tetszett neki. És a 25-öt megjegyezzük, osztjuk 3-mal, az 8. Ugye? RE 45-ös port? Nincs. Világító indikátor a bombán... Van világító indikátor? Világító indikátor? Igen. Nincs. Csak az az egyenlő. Csak a sima, és akkor az 25-öt ér, és most vagyunk 8-on, akkor az 33. Az és várjál? Oké. Okay. Igen, mehet. 33. 33. Tetszett neki. Logic! Nézem. Eddig számolom matekot. Vagy mondjad a logikát. Mondom. H. Igen. Jobbra nyíl A. Igen. Szögletes zárójelben. Igen. És azon kívül pedig van egy V alá húzva. Igen. Y negálva. Y negálva. A többi nem volt negálva. Nem. Jó, igen. Y lefele vonal. Igen. Nyíl. Igen. És szögletes zárójelben lesz most a következő kettő, ami egy F. Igen. Megint lefele nyíl. Igen. És O negálva. O negálva, jó, nézem. Szögletes zárójelbe zár. Az csak 94-szer kell meg nyolva. Azt mondtad, hogy van már két elem. Két pici elem van, igen. Less than two batteries, akkor ez false. A number of batteries nem egyenlő a number of indikátorzal, ugye? Nem. Akkor ez is false. Az y... Több mint 5 port van, nem, ugye? Laci? Mi? Mondom, több mint 5 port van? Mi van? Nincs egy port se. Jó, nincs egy port se, akkor ez is false-nak a negáltja, true. Ó, ez most majdnem megfogott ez az angol kérdés. A felső sor az false lesz. Szóval
Szóval mi? A felső sor false, oké. Okay. Igen. More than egy portál, de nincs is rajta port, azt mondtad, úgyhogy akkor ez is false. De true a második sor, igen. Oké. Okay. A magyarnak az elsője led grid. Ja, azt néztük az előbb, igen. Egy nem ég. Egy nem ég. Minden égő színe egyedi? Nem. Felső sor égői egyszínűek? Három led piros, rózsaszín vagy lila? Nem. Pontosan három akarom nem, mondani. Nem. Pontosan egy fehér, két kék vagy három igen. sárga le? Igen, van egy fehér. Van egy fehér csak. Igen. Béla, Aladár, Dénes, Cili. Oké, okay, tetszik neki. És akkor van egy hülye hieroglifa. Úgyhogy van 4 percet ezt megfejteni. Jó van, ez 289. Ja. Nézem. Nem, csak egy oldalas. Hát nem. Azt mondja, the mother consists of a large circular seal, igen, two clock buttons, and the wall of hieroglyphs. To design the module, you must configure the locks correctly and press the seal at the correct time. The top row of small hieroglyphs show the 5 types of hieroglyphic that will appear on the module. Aha. Yeah, okay. The next 3 rows have an archaeological number attached to them. This is the sum of the hieroglyphs in the row. Aha. Aha. The first hieroglyphic in the 3 character row will always have the value 1. Uh-huh. Each of the other 4 hieroglyphs will have a different value from 2 to 5. The 4 larger hieroglyphs determine the lock configuration. Uh-huh. The 2 hieroglyphs on the left refer to the Anubis left lock and the 2 on the right refer to the Horus right lock. Again. Use the below table to determine which configuration each of the locks should be set to. Hát mi az, hogy 4 larger hieroglyphs, ami legalul van? Vagy igen, ilyen? Van alul 4 a szílek mellett. Ja, the 2 hieroglyphs on the left, aha, 2 baloldali, az az Anubisra utal. Igen. De fel fog robbanni, úgyhogy GG. De mi a tosz? Na várjál, ezt értelmezzük már, mert erre kíváncsi vagyok. Jó, várjál, megnyitom a szart. Várjál. 289. Szart.